Nem csitulnak a hullámok Emmanuel Macron francia elnöknek az ukrajnai háborút érintő kijelentései miatt. Ezúttal a Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvívője tette egyértelművé, az Egyesült Államok nem hajlandó csapatokat küldeni Ukrajnába. John Kirby szóvívő úgy fogalmazott, nem fogja elemezni Emmanuel Macron szavait, mert a francia elnöknek minden joga megvan, hogy a saját és nemzete nevében nyilatkozzon, de Washington nem fog csapatokat küldeni Ukrajnába. Zelenszky elnök nem ezt kéri, csak eszközöket és képességeket kér. Ő soha nem kérte, hogy külföldi csapatok harcoljanak az országáért. Azt megteszi ő és a csapatai, de azokat az eszközöket, amikre ehhez szükségük van, biztosítanunk kell, mondta John Kirby. Emmanuel Macron a múlt héten jelentette ki, hogy nem szabad kizárni a nyugati szárazföldi csapatok Ukrajnába küldésének lehetőségét. A francia elnök ezzel világszerte felháborodást keltett, a NATO és több európai ország is igyekezett tisztázni, hogy nincs ilyen tervük.